Jó estét kívánok, kedves nézők! Nagyon izgalmas témákkal várjuk Önöket a mai víkendbe, de egy nagyon jó hírem van rögtön az elején. Egy új játékunk lesz, illetve a játékunk régi, viszont új nyereményeink a mai naptól. A Cinema City jóvoltából, Cinema City Magyarország jóvoltából minden héten két mozi jegyet sorsolunk majd ki a szerencsések között. Önöknek nincs más dolguk, mint a Facebook oldalunkat figyelni, és ott az aktuális kérdésre válaszolni, aztán a számukra kedves partnerrel elmenni majd a moziba is jól szórakozni. Most pedig a Magyar Tudomány ünnepéről beszélgetünk. Kis Ferenc általános rektor helyettese, a Nyíregyházi Egyetemről érkezett, vagy érkeztél, tegeződünk, ezt ugye kedves nézők már lehet, hogy megszokták, mert azt szoktam mondani, hogy ez annyira kicsi város, és az ember ugye már túl van egy bizonyos életkoron, akkor már szinte mindenkit ismer. A Magyar Tudomány ünnepe nem csak a Nyíregyházi Egyetemen volt ünnep, szerte az országban, és hát nyilván adódik a kérdés, hogy miért kell ünnepelni, de hát ma már mindenféle dolognak ugye van ünnepe, miért kell ráfókuszálni arra, hogy a magyar tudomány mondjuk tényleg egy olyan fontos dolog, amire minden magyarnak illene legalább ezt az egy napot áldoznia. Én úgy gondolom, hogy amikor létrehozták ez az ünnepet, az volt a célja, hogy fölhívjuk a tudomány fontosságára a figyelmet, és az, hogy a tudomány mennyire befolyásolja az életünket. Sokan nem gondolják, hogy bárhová mennek, bármit tesznek, ott valamilyen tudományos eredménnyel találkoznak. Vegyük például ezt a stúdiót. Ugye egy kamera figyel engem, abban kémia, fizika, anyagtudomány, és sorolhatnám mi minden. Ugye tudományos eredmény van, de újabban, ugye itt az előzetes beszélgetésre is beszéltünk, hogy már a mesterséges intelligencia, a számítógépek is figyelnek bennünket. Biztosan észrevették a nézők is, hogyha interneten ugye szörföznek, jönnek, mennek, egyszerűen csak furcsa módon olyan üzeneteket fognak később kapni, mint hogyha valaki olvasta volna, nem a gondolataikat természetesen, hanem azt, hogy mit keresett, milyen témában. Tehát az az igazság, hogy ezek mögött mind-mind tudományos eredmények vannak. A tegnapi ünnepnek volt egy mottója, de ez egy országos mottó, az emberközpontú tudomány. És ugye el is gondolkodhatnánk, hogy miért kell, hogy emberközpontú legyen. Én a megnyitón éppen azt mondtam, hogy hát mindig is emberközpontú volt a tudomány, mert hogy a tudomány az egy emberi alkotás. Ha nagyon egyszerűen szeretném megfogalmazni, hogy mi a tudomány egy módszer, egy nyelv, amivel leírjuk azt a világot, amelyben élünk, de nagyon fontos azt a világot is, amely bennünk él. Szóval azért tudnunk kell, hogy a világ a tudomány szempontjából exakt és jól megközelíthető, de egy-egy egyén számára pedig lehet, hogy különböző, lehet mindenkinek más a világa, és másképp látja a dolgokat. Ezért több kérdést felvetett bennem ez a dolog. Egyrészt a tudományt a racionalitással szoktuk egy lapon említeni. Ugyanakkor nagyon sokan, akár Einstein is úgy vélekedett, hogy minden mögött lehet valamiféle felsőbb intelligencia, ami számunkra láthatatlan. Valahol olvastam azt, hogy gyakorlatilag a világ talán elenyésző része látható, és mindaz, ami igazándiból mozgatja, ugye az láthatatlan. Vagy azért, mert nagyon a felszínen élünk, és elvisz minket ennek a tudománynak a hozadéka, arról, hogy ráfókuszáljunk arra, hogy mi is az életünk értelme, vagy azért, mert sokan el sem gondolkodnak rajta, hogy mi hogyan működik. Ha már itt a mesterséges intelligenciáról volt szó, én meg úgy ítélem meg, hogy egyfajta paranoizmust is tulajdonképpen megmozgat bennünk, hogy most akkor mi van, ha a Google-be beütöm azt, hogy én most nem tudom, én rollert akarok venni, akkor attól kezdve bombáznak ezekkel a hirdetésekkel, hogyha ilyen egyszerű dologban is figyelnek, akkor mi lehet-e mögött? Tehát mennyire pozitív irányba viszi ez a világot, hogy látod? Igen, vagy mondjuk egy nagyon egyszerű példát, amit mondjuk az én korosztályomnak nehéz megszokni, hogy lefoglaltam, mert most az őszi szünetben voltam a gyerekekkel valahol, lefoglaltam egy szállodai szobát, kaptam egy visszajelzést, és amikor készültünk arra, hogy induljunk, és a térképen, a számítógépen megnéztem, hova is megyünk, már az utcára be is volt pontosan írva, hogy mettől meddig van lefoglalva a szállásom. Ebből az következik, hogy valaki olvassa az e-mailjeimet. Az a valaki, az igazából valami.
Tehát az információkat engem segít azzal, hogy már oda is rakta a térképre, hogy hogy van. Igen, nagyon sok tudós is megnyilatkozik ezzel kapcsolatban, de térjünk vissza arra, hogy mi látunk és mit nem látunk. Szóval egy fontos dolgot szeretnék, a spiritualitás, a hit, a homo sapiens életének mindig nagyon fontos része volt. Tudományos, és én inkább a természettudományos dolgokat ismerem, módszerekkel nem tudjuk bizonyítani azt, hogy nincs magasabb rendű, de az sem, hogy van. És ez nagyon fontos egyébként, attól, hogy valamit nem tudunk bizonyítani, az nem azt jelenti, hogy nincs. Csak az adott tudományos ismeretekkel, módszerekkel nem tudjuk leírni. És akkor itt kapcsolódnék ahhoz a dologhoz, hogy milyen is az a világ, amelyben élünk. Mindenki, minden néző, romantikus vagy kevésbé romantikus pillanatában fölnéz az égre, és azt gondolja, hogy fú, mennyi csillag, és hogy milyen hatalmas ez a világegyetem. A következőt szeretném üzenni a nézőknek, akik még nem tudják, hogy az, amit látunk, és csillagokként, vagy fénylőpontonként azonosítunk az univerzumban, az csak néhány százaléka annak, ami valójában van. Mi van ott? Nem tudjuk megmondani. Ezért ezt sötét anyagnak és sötét energiának nevezzük. Igazából a nagyobb része a sötét energia, és valószínűleg ez az energia az, ami felel azért, hogy ezek a struktúrák létrejönnek, talán azt nem tudjuk megmondani. Tehát arra is szeretném mondani a tudomány napján, vagy a tudomány napja után egy nappal, hogy nagyon fontos nekünk, akik ezzel foglalkoznak, hogy az emberekben nem szabad azt a hitet kelteni, hogy az a világ, amit a tudomány leír. Nem. A tudomány a sajátos módszereivel képes a világból bizonyos dolgokat, eseményeket leírni. De ez nem az egész világ. Ez egy nagyon fontos dolog. De valahol ez a tudós tragédiája, tehát minél többet tud, annál inkább látja, hogy lehet, hogy egy nem jól tudja, kettő pedig ott van egy óriási nagy fekete luk, amit hát valószínűleg az ő ebben az életében már nem is tud betölteni. Igen, hát akkor egy híres csillagász szeretnék említeni, G. Clark. Ő mondta, hogy a tudás, amikor belenézett abba a hatalmas távcsőbe, amit először használt, és rájött, hogy a sokkal több van odakinn, ahogy szoktuk mondani, mint amit eddig gondolt, és akkor fogalmazódott benne az a gondolat, hogy a tudás ára szorongás, vagy legalábbis a tudatlanság tudata. Én meg azt szoktam mondani, hogy viszont akkora információ mennyiség van a világban, hogy egy dolgot tudunk tenni, megtaláljuk a lehető legrövidebb utat ahhoz, hogy ezt magunkévá tegyük. Tehát talán azzal tudjuk ezt a szomjunkat, vagy a tudásvágyunkat némileg csökkenteni, hogy bizonyos utakat keresünk ezzel, aztán mondjuk az internet útvesztőjébe, a szörfözésbe totálisan beleszédülünk. Néha talán ki kell egy picit rántódnunk, most lehet, hogy nagyon rosszat fogok mondani a kultúra, és élvezni azt, ami körülöttünk van, mert lehet, hogy valahol ez egy nagyon küzdelmes út, amire nem is alkalmas mindenki. Igen, és azért is jó, hogyha néha az ember kikerül, mert akkor úgy gondolja, hogy talán nem szerez olyan információkat, de akkor is információkhoz jutunk, talán máshoz. De egy dolgot szeretnénk, amiről beszéltünk, hogy akkor itt a mesterséges intelligencia is, hogy mint van ez a dolog. Szóval az, hogy az emberközpontú tudomány, erről beszélgettünk. Tehát egy nagyon fontos dologra szeretném ráirányítani a figyelmet. Az, hogy olyan emberré lettünk, amilyenek vagyunk, abban a tudomány nagyon sokat segített. Viszont nem biztos, hogy mindig jól alkalmaztuk ezt a tudományt, és az, hogy mi vagyunk ezen a földön a leginkább környezet átalakító és sajnos rossz értelemben faj, az a tudománynak is köszönhető. Tehát a helyes utat is meg kell ebben találni. Viszont nagyon érdekes, hogy miközben ugye a természetről beszélek, azzal is kell foglalkozni, hogy megjelent az úgynevezett mesterséges intelligencia. Nagyon sajnálom, elfogyott az időm, beiratkozom a Nyíregyházi Egyetemre, mert gondoltam volna, hogy ilyen izgalmas szinten is lehet a tudományról hallgatni, akkor valószínűleg nem humán vonalon tanulok. Várunk akkor szeretettel. Ugye, ennek a következőt szeretném mondani, én matematika-kémia szakon végeztem, biológiából doktoráltam, és most dolgozok azon, hogy a verset, az irodalmat, a művészetet hogyan lehet behozni a természettudományos oktatásba. Hát nagyon szépen köszönjük, és tényleg ígérem, hogy alkalomattán mindenképpen vendégül látunk itt a stúdióban, mert ez számomra is nagyon izgalmas volt, reméljük a nézőknek is.
Mi pedig tánccal folytatjuk. A múlt héten már beharangoztuk, hogy a megyei értéktárba is bekerültek a Four Dance-es fiúk, akiket Nyíregyházán is láthatnak majd a nézők. Szerdai fellépésekön stábunk is kint járt, ahol nem csak a táncosokkal, hanem a vendég fellépőkkel is beszélgettünk. A következő percekben ezt láthatják. Bár 2004-ben alakult a nyíregyházi táncos csapat, népszerűségüket a 2007-es Csillagszületik hozta meg. A táncos lábú fiúk szinte az egész világot meghódították, a magyar néptánc egy sajátos, maguk által megálmodott stílusával. A magyar autentikus néptánc ötvöző színvonalas ritmusjátékokkal és persze rengeteg humorral. A Four Dance-es fiúk sikere 10 éve töretlen, és műsoraikat egyedülállóan, felülmúlhatatlan precizitással szerkesztik és varázsolják színpadra. Egy ilyen sót láthatott szerda este a közönség Nyíregyházán. A két órás Ilyen még nem volt című produkciót a Váci Mihály Kulturális Központban mutatták be. A fellépőket a színpadi próbák közepette kérdeztük az esti műsorról, a múltról, a jelenről és a jövőről. A csapatunk nemrégiben ünnepelte ugye a 10 éves jubileumát, akkor egy nagyon nagy szabású műsorral készültünk, amit utána volt szerencsénk még nyáron megismételni, duplázni ezzel, és hát most érkezett a felkérés ugye a Váci Mihály Kulturális Központ részéről, hogy szeretnék, hogyha a Four Dance egy újabb egész est és nagy műsorral mutatkozna be Nyíregyházán. Mi nagyon örültünk a felkérésnek, és hogyha már belekezdtünk, és ugye Nyíregyházán vagyunk, akkor a nyíregyháziakat mindig szeretjük egy kicsit meglepni, ezért a műsornak azt a címet adtuk, hogy Ilyen még nem volt. Aztán valahogy a műsorkészítés közben valóban úgy szerkesztődött, úgy koreografálódott ez a műsor, hogy ilyen tényleg nem volt még. Régi vendégek, új vendégek is vannak, a régiek közül mindenképp megemlíteném a Strox együttes, de nagyon fontos volt ennek a műsornak a szerkesztésében, hogy főleg helyi csapatokkal dolgozzunk együtt, ezért ilyen például a Párnograszt, vagy egy nagyon fiatal tehetséges fúvós banda a Kelet Brass Band, vagy konferálóként Bistéi Attila, igazából rengeteg gyerek nőtt fel a kezei alatt, mint konferanc, illetve ami még nagyon különleges lesz, hogy régi táncostársaink, lányokkal egy kicsit visszamegyünk mi is az autentikus néptánchoz, és a régi táncos párjainkkal lesz egy autentikus blokk is. Az est egyik legkülönlegesebb vendége a Strokes ütő együttes volt, akik Sopronból érkeztek Nyíregyházára. A csapat már több mint 20 éve üt bármit és mindent, amit a hétköznapokban is használnak, így kukát, hordót, vödröt, seprűt, mosófát, de speciális csöveket is. Két csapat kapcsolata nem új keletű, már több közös műsort is készítettek. Ennek a története jó néhány évvel ezelőttre vezethető vissza. A fiúkkal Budapesten találkoztunk, tehát onnan van a kapcsolat még a Csillagszületik kapcsán, és arra gondoltunk akkor, hogy mi lenne, hogyha a néptáncot, a táncot összehoznánk, ötvöznénk egy kicsit a ritmussal és a dobolással, és hát az lett belőle a mi. Több éve tart ez a munkakapcsolat, de nem is munkakapcsolatnak, inkább barátságnak nevezni, mert nagyon jobban vagyunk a fiúkkal, és még érdekesség, hogy az ország két eléggé távol eső pontjától, tehát mi Sopronból, ők innen Nyíregyházáról vagyunk, és nagyon izgalmas lett ez a fúzió. Több önálló produkciónk volt, illetve zárt körrendezvényekre is specifikus produkciókat is készítettünk már az elmúlt években.
Ahogy a nyíregyházi táncosok karrierjét, úgy a soproni ütősök sikerét is a Csillag születik indította el. A Strokes a műsor óta számos felkérést és lehetőséget kapott a bemutatkozásra itthon és külföldön is. A Csillag születik mindenképpen jót tett a csapatnak és a produkciónak. Ugye az 2009 őszén, decemberében volt, és hát 2010-től ezt mi is megéreztük a naptárunkon, ha szabad így fogalmazni. Bekerültünk igazából egy olyan körforgásba, egy rendezvényszervezők körébe, hogy igencsak keresett lett az együttes szerencsére, és azt vettük észre, vagy azt figyeltük meg, hogy ez a zene, muzsika, produkció, amit mi csinálunk, vagy mi képviselünk a Strokes-szal, ez nagyon sok helyre beférhet, többnyire zárt körű rendezvényekre, hiszen adott cégek vagy adott eseményekre kimondottan arculatra szabott műsort, előadást tudunk komponálni, kreálni, ami számunkra is kihívás, és ezt nagyon-nagyon megszerették. Nagyon megszerette a közönség is, meg a szervezők is szerencsére, és ennek nagyon örültünk mi is, hiszen nagyon sok olyan helyre juthattunk, ahova a Csillag születik előtt nem. Four for Dance tagjai egy héttel a show előtt tudták meg, hogy bekerültek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárba. A szerdi esti műsorokkal a döntőbizottságnak és a közönségnek is szerették volna ezt megköszönni, valamint bebizonyítani, hogy megérdemelték az elismerést. Nagyon nagy meglepetés volt számunkra, megmondom őszintén, éppen a Weekend című műsorban voltam ugye felvételen, amikor közölte velem Bocskai Magda, a műsorvezető, hogy tudjuk-e, hogy megválasztottak minket ugye az értéktárba, bekerültünk, hát én ott hirtelen köpni nyerni nem tudtam, szó se jutottam, nagyon-nagyon örülünk neki. Igazság szerint a csapatunk az munkálkodik folyamatosan, nem kifejezetten a különféle elismerésekre, díjakra megyünk rá, hanem elsősorban a közönség szeretetére, minket abszolút mértékben az éltet és az is fog éltetni, de amikor egy ilyen nagy elismerésben van részünk, akkor azért az mindig egy nagy büszkeség és nagyon szívet melengető számunkra. A Four for Dance életében továbbra sincs megállás, hazai és külföldi fellépések egyaránt várnak rájuk. Van program elég, tehát most ma ezt a nagy műsort megcsináljuk. Kristóf a múlt héten érkezett haza Izlandról, egy ilyen nemzetközi pályázat keretében volt kint oktatni. Most országban lesznek műsorok az elkövetkezendő két hétben, utána másfél hét múlva megyünk Malajziába, ott egy ilyen kulturális fesztiválon veszünk részt, évvégét megint itthon töltjük, januárban Norvégiába, tehát program van elég, hál' Istennek. Mennyezőmesterek nyomában címmel nyílt kiállítás a Váci Mihály Művelődési Központ galéria részében. Vendégeink Boros Betti és Molnár Mónika. Sziasztok! Tulajdonképpen ketten jöttetek el, de akár tizen is ülhetnénk itt, hiszen ez a kiállítás 10 nyíregyházi, vagy nyíregyháza környéki művész alkotásából jött létre, és tulajdonképpen a kézműves sport tában tevékenykedtek valamennyien. Hát akkor most sepregessünk a saját portánkon, ne a másén. Egyáltalán ez a kézműves porta azért sokan ismerik ugye a Korzó második emeletéről. Hogyan verbuválódtatok össze ilyen profi csapattá? Momónak átadom a szót. Köszönöm szépen. Igen, tulajdonképpen ez úgy indult, hogy egy-egy hétvégére állt össze a kis csapat, és aztán látván a lelkesedésünket a
korzó mellénk állt, és biztosított számunkra egy nagyobb teret. És most már 3,5 éve együtt vagyunk, berendeztünk egy nagyon szép galériát, és próbálunk némi esztétikát csempészni a hétköznapokban a nyíregyháziak számára. Nagyon sokféle tevékenységet folytatnak ott a tagok, és ennek megvan az a szépsége, hogy akár közös munkák is tudnak születni, inspiráljuk egymást. Ugyanaz a csapat, aki 3,5 évvel ezelőtt összejött? Nagyjából. Tehát akkor nincs nagyjából. Nagy lemorzsolódás. Nincsen. Tehát azért egy-két ember változott, jött és ment is, különféle magánéleti okok miatt, de azért a maga az ugyanaz. Mégis ez is azt bizonyítja, hogy a művészet integrál és nem izolál, hiába sokan ugye a saját kis fészkükben alkotnak, azért jó akár így művész embereknek is megosztani egymással azokat a szépségeket, amik születnek meg. Talán abban a világban, amiben azért a Momóról jutott eszembe, hogy a szürkék azok bizony eluralják a világ nagy részét, jó ilyen színes emberekkel körbevenni magát annak, aki hisz abban, hogy a művészetnek tényleg van ereje arra, hogy gyakorlatilag túléljük a legnagyobb borzalmakat is. És még az is nagyon fontos, hogy az országban egyedül mi hoztunk létre egy ilyen közösséget, mert kézművesekkel általában csak vásárokba találkoznak a látogatók, és itt pedig ugye az év minden napján együtt tudunk lenni, és velünk alkotókkal is találkozhatnak, mert nem alkalmazott van az üzletünkben, a galériánkban, hanem mi magunk váltjuk egymást, és így minden nap egy-egy alkotóval ismerkedhetnek meg, és ez nekünk is nagyon jó mindenkivel találkozni. Hát hogyne, rögtön ugye ott van a visszacsatolás, hogy tetszik-e a vásárlónak az, amit csinálsz, vagy akár ők is tanulhatnak, vagy ötleteket adhatnak, tehát ez tényleg egy jól működő kapcsolat. Magáról, erről a portáról tudnánk beszélni simán szerintem órákat, viszont a kiállítás, amely szerdán nyílt meg, az ugye hát tártkarokkal várja a látogatókat, sőt itt is novemberben lesz lehetőség, november 24-25-én vásárolni ezekből az alkotásokból. Nagyon érdekes a cím, mennyező porták. Itt ugye a mennyegzőre asszociálnak sokan, de nem erről van szó. Meséljetek el ennek a történetéről, a címnek a történetéről. Hát a mi magyar kultúránkban, ős magyar kultúránkban nagyon-nagyon sok érték van, és itt a megyében is nagyon sok érték. Rengeteg olyan kazettás mennyezetű templom van, amelyik külön-külön is megér egy misét, de az, hogyha az ember felfűzi egy láncra, és végig látogatja ezeket, akkor ez abszolút egy mennyei élmény. És én körülbelül 10 éve kerültem kapcsolatba ezzel a fogalommal, hogy mennyezőmester. Pap Gábor művészettörténésznek nagyon sok előadását hallgatok, és ő hívta fel legelőször ezekre a templomokra is a figyelmet. Itt arról van szó, hogy az ég üzeneteit, a menny üzeneteit hozták be ezek a mesterek ide a templomoknak a mennyezetére, és mindaz, amit az asztronómiából, nem, és itt az asztronómiát hangsúlyoznám, mert több, mint asztrológia, és mindezt az egyszerű emberek, az ott élő emberek nyelvére a virágnyelven, virágmotívumokkal, mert maga a növény, a virág, a nő, a növekedést jelent, és az állat pedig az állapotszerűséget. Tehát általában növényi ábrázolások vannak ebben, ritkábban az állapot, mert mindig valami változik, növekszik. És mi ezeknek eredtünk a nyomába, együtt meglátogattunk 5 ilyen templomot a megyébe, és aztán úgy döntöttünk, hogy mi mindenki a maga műfajában kézbe veszi ezt a témát, és alkot valamit, és akkor így november 8-án pedig megmutatjuk magunkat mindenkinek. Annyira szépen fogalmaztál, hogy láttam szinte ezeket a mennyezeteket, és úgy elképzeltem, hogy akár egy kisgyerek, amikor lehet, hogy nem bírja a pap szónoklatát követni, de úgy elmereng ezeken a képeken, azt gondolom, hogy ezek abszolút olyan misztikus erővel bírnak, hogy akár a tudatalattiukat is képes, tehát valahol bekúsznak ezek a kis növények, mint az indák az ember lelkébe. Momó, akkor ugye itt van a 10 fantasztikus ember, és mindenki alkotott valamit. Gyakorlatilag mi mindennel találkozhatunk? Tehát ugye te például sejmen dolgozol, Betty mandalákat készít, de hát kerámiák is vannak, ahol tudom. Kerámiák is vannak, így van. Tehát, hogy mindenki a saját műfajában igyekezett
megihletődni, úgymond, és akkor valahogy átszűrni magán azt, amit ezen a kiránduláson láttunk. Nagyon érdekes volt, mert igen, úgy, ahogy mondott, tehát ez valahogy tudat alatt befészkel, és akkor ez március óta így foglalkoztatott mindannyiunkat, hogy vajon mi hogy szűrjük át, és nagyon érdekes volt látni egymás munkáit, nem láttuk egymás munkáit tényleg szinte a kiállításig, tehát nekünk is nagyon érdekes volt, hogy például a keramikus, a gyertyaöntő, hogy jeleníti meg azt, amit ott láttunk tulajdonképpen, úgyhogy még úgy gondoljuk, hogy nincs vége a folyamatnak, hanem valószínű, hogy még ezt bővíteni fogjuk ennek a kiállításnak az anyagát, és akkor talán egyszer lesz belőle egy igazi önálló kiállítás, mert itt azért ezen a művelődési központbeli kiállításon mást is kiállítottunk. Tehát azokat a dolgokat, amit mi nap mint nap szülünk meg magunkból, úgymond, és szeretnénk megosztani a látogatóinkkal, és pont ezért gondoltuk, hogy egy adventi meghittvásár keretében november 24-25-én, aki úgy gondolja, már tud is esetleg vásárolni, mert hiszen azért alkotunk, hogy örömet szerezhessünk másoknak. Az jutott eszembe, nemrégiben itt volt Madarasi György, és ő mondta, hogy a nagybányai festőkre volt az jellemző, hogy elkészült a kép, ott álltak az utcán, már is ment a biznisz, tulajdonképpen akinek a legjobban tetszett, az még meg se száradt a festék a vásznon, már is hazavihet. Tehát valamiféle, igaz, hogy itt már megszáradtak a festékek, és tényleg abszolút szállítás biztos minden termék, de erre lesz lehetőség novemberben. Ami megmarad, az gondolom bekerül a kézműves portába, és, vagy a porta területére, és ott pedig hát gyakorlatilag a közeljövőben bármikor, bármi ilyenféle dolgot megvásárolhatnak, megtekinthetnek, megcsodálhatnak. Hát akkor innen üzenjük a többieknek, hogy szívből gratulálunk, és köszönjük szépen, és ugyanezzel a színes lélekkel alkossanak egészséggel a jövőben is. Köszönjük szépen, átadjuk. Köszönjük szépen.